bértolnokok vannak, tehát ők meg tudnak belőle élni, ez így van. De aki komolyan gondolja és verset ír és költő, annak abba bele kell halnia majd, hogy nem. Ez Rilke is így mondta, hogyha úgy ír le valamit, hogy úgy érzi, hogy ha azt nem írja le, akkor nem hal meg, akkor az nem vers. Ezzel nem kell erőlködni. Hazug létnek a leleplezése, ez nagyon fontos. És hol kezdi az ember? A legfontosabb önmagán. Igen, innen kell indulni, hogy mindenképpen mennyire vagy bűnös, milyen mértékig vagy a korrumpált a világi létben, és hogy Istenhez viszonyítva el tud magad helyezni. Magunkból ki kell fejteni valami istenit. Tehát, hogy valami, ez egy magasztos feladat, ez egy hivatás. Költők egymással beszélgetnek, egyáltalán nem érdekli szerintem egyik költő a másikat. Olyan mértékű egómérgezésben szenvednek, ami a csömör. Hát én is leültem közéjük, egy pillanatot nem tudtam eltölteni. Az a fulladozás a nagyságuktól. Egy költészetnapi bemutatón leültünk, és itt van benne egy hiba, valami elképesztő leereszkedéssel megszólalt, semmi emberit nem véltem felfedezni. Felálltam, köszönöm a jelenlétet, már át is ültem egy másik helyre. Istenről lehet beszélgetni, az igazságról lehet beszélgetni, a szerelemről, a szeretetről lehet beszélgetni, de ezek a fajta, és abban föl lehet mérni, hogy ki milyen mértékig beavatott, jártas, mély gondolkozó egy adott kérdésben, de ez a fajta pökhendiség, ez a fajta, hogy úgy mondjam, belpesties, tenyészetből fakadó, tartalmatlan gőg, ez elfogadhatatlan. Az igazság iránti közlésvágy, ez hajt, hát az embercsen rengeteg minden nem észti. Azért a versírás állapota az is egy ilyen, amikor a teljesen transzszerű, felfokozott állapot, az nagyon jó helyzet, amikor egyszerűen megjelenik egyfajta egységlátás, amikor így tulajdonképpen az Istentől lehívottan minden jelen van, és akkor olyan világos, aztán szépen ahogy elkészül a vers, mert olyan nincs, hogy tökéletes, mert akkor nem lenne szándék arra, hogy még egyet írjunk. Utána azért besötétedik a világ, és akkor megint kezdődik a megélhetésért való áldász csata, meg küzdelem. De én így látom, hogy azok, akik megkeseredtek a művészetben, azok nem találkoztak az isteni gondviseléssel. Magyarországon szerintem a könyvkiadók döntik el, bár annyira nem ismerem a rendszer, de mi értékesíthető? És akkor a lektűr az értékesíthető, és a lektűrt kell feltüntetni, mint kitűnőséget. Tehát a középszert kell feltüntetni kitűnőségként, mert a középszer megvásárolható, mert ismeri a saját tehetségtelenségét, és ennél fogva prostituálható. Ez nagyon fontos, mert nem arról van szó, hogy esetleg valamiben nem lenne tehetséges, arról van szó, hogy ő költőként akar tehetséges lenni, amiben nem jó. Ebben a 90%-a szerintem benne van. De nagyon sokan írnak. Én is írogatok, hangzik el ezek az elképesztő laposságok. És azért van ez, mert középszer írogatok, mert olyan akar lenni, mint valaki, és ő is most írogat, és valakivé szeretne válni, csak hogy a valaki, az valaki, és nem szeretne senkivé válni. Viszont a senki szeretne valakivé válni, úgyhogy van ez a görcsös kényszer, a valakivé levésnek a kényszere, és hát ez is egy méreg. A tragédia az az értékvesztés, és tényleg a tehetséges művészek elpusztítják magukat, oktalanul. Nevetséges, ami József Attila, amit Adi, Babics, ezek, ami történtek. Az is nevetséges, hogy mind a mai napig még nem tudnak belőlük kilábalni, mintha rajtuk kívül nem létezett volna ember a Földön.
és aki fenntartja ezt az állapotot, az is nevetséges. Akik mai napig, hogy a versből hogy lehet megélni, ebből élnek. A hallottakból. Mert maradt utánuk az élő szellem, egy nem túl hiteles élettel alátámasztva, sőt, a legtöbb esetben hiteltelen élettel, és a talentum, a rábízott talentummal azért olyan tekintetben, irodalmi mű értékében igen, de mint életmű, ami az életet jelenti, mint mondjuk Hanvas Bélának az életműve, olyan tekintetben föl se érnek Hanvas Bélához. Nevetséges, a bokájáig nem érnek. És azt az embert szólja le valaki, mondjuk egy Hanvas Bélát, aki csak egy ilyen intellektuális pótcselekvés. Tehát a műveltség nem elég. A kislányunk azért mégiscsak egy ilyen szimbólumszerűen a Katának a születésnapján született, a költészet napján nem mellesleg. Úgyhogy azért eléggé beszédes egy szituáció.